Idén korábban jött a karácsony bolyba. Egészen pontosan advent előtt futott be a Poppikon Karácsony János a helyi vigadóba, hogy élményszámba menő koncertet adjon. A Lokomotív GT és a generál énekes gitárosának önálló estjén a két zenekar és a szólókarrier legnagyobb slágerei mellett felcsendültek a ritkán hallott különleges szerzemények is. Az ingyenes koncertről a város gondoskodott, volt is annak nagy keletje, ahogy mondani szoktuk, még a Csilláron is lógtak. Karácsony János 1971-ben Novai Gáborral, Révész Sándorral, Rek Lajossal, Ákos Istvánnal és Várkonyi Mátyással megalapította a Generált. 1974. szeptember 2-től 2016. szeptember 2-ig a Lokomotív GT együttes tagja. Dalaival és jellegzetes énekhangjával hozzájárult az LGT több évtizedes sikeréhez. Nem hiába jöttek el bolyba is igényes rajongói, akik ezen a muzsikán nőttek fel. Kérdeztem az éjszakai csendtől, kérdeztem, de néma volt, és a száz alapban visszatérő kérdés, mit akarok tőled én? Faggattam a tiszta fényű hajnalt, faggattam, de hallgatott. Ez a mai este ez olyan lesz, hogy olyan dalokat vettem elő, mert ugye az van kiírva, hogy szóló estem lesz. A szóló este egy csomó mindent el kell játszani. Olyan dolgokat, ilyen generál dolgokat, meg régi dolgokat, meg ismeretlen, idézőjelben ismeretlen számokat, és azokat a biztonság kedvéért leírtam ide szépen magamnak, nehogy itten véletlenül belebakizzak, mert azt nem szeretném. Ringas még, ringas még, ringas még, ringas még. Azt kell, hogy mondjam, hogy alkati kérdés, azon kívül alkati kérdés. Tehát, hát nagy a szoftver? Nem nagy. És az az igazság, hogy ahogy múlnak az évek, én most magamról beszélek, hogy már igazából nem tudok nagy mennyiségű dolgokat megtanulni. Tehát új dolgokat igazából. De régen, amik benne vannak a fejembe, az agyamba, azokat előszedem akármikor. Tehát ilyen értelemben kicsit csalóka ez a dolog, de olyan dolgokat is fogok játszani, amiket egy évben egyszer játszom. Generáltól most lesz, meg nem tudom én, Malek Anditól, ilyen, meg hát ugye az 50 éves saját dolgaim. Elgítés dolgok is persze természetesen, hiszen ezt nem lehet letörölni, nem lehet ki letörölni innen. Téged ismernek, tudják, hogy nagy slágergyáros is voltál mindig is. Hogy születnek a nagy dalok? Nem tudom, nincs recept. Én azt gondolom... Egyszer csak jön? Hát nem, hanem úgy, hogy van egy dátum, vagy legalábbis volt egy dátum, mindig volt egy dátum, ugye, amikor be kellett menni a stúdióba és felkészülten a stúdióba menni. De ahhoz ugye előtte próbálni kellett, meg kellett csinálni, szövegeket kellett íratni, ellenőriztetni, javítatni, és a többi, és a többi. És az egy meghatározó dolog volt, ugye, hogy szeptember 1-e stúdió. Tehát nem volt mit tenni, be kellett menni a 10-12 dallal. Nem adom! Nem adom el, még életben találsz! Nem adom el, még robbanok szét! Még akad egy kerék! Mi tovább vihet még, mi tovább porog még? Mi azt csináltuk annak idején, hogy mindig elvonultunk, volt kettő darab ilyen titkos próbahelyünk, egy Leányfalun, egy meg a budai hegyek között, és ott összejöttünk, beszereltünk, és egy hónapon keresztül minden nap, vagy amikor éppen mindenki ráért, találkoztunk. Mindent felvettünk, amit jammeltünk, tehát örömzenéltünk, vagy hoztunk dal kezdeményeket, nem tudom. És akkor esténként kiválasztottuk, megállítottuk a magunkat, hazavittük a kazettákat, meghallgattuk, és másnap az általunk jónak vagy érdekesnek tartott dolgokat, dallamokat, dallamtöredékeket feldolgoztuk, és akkor azzal elkezdtünk dolgozni. És így 10-12-15-16 dal összejött, és akkor azokat gyúrtuk egészen addig, amíg aztán megfelelőnek találtuk. Tehát ilyen értelemben nincs recept, én azt gondolom. A recept az ott van, hogy és hogyha a fiatalok ezt nézik, ezt a magazinműsort, akkor azt szeretném mondani, hogy az iskolát ki kell járni. Ez a tanácsom. Tehát nem lehet az apu által megvásárolt mások szellemi termékével odaállni, és tudod, nem tudom én, szólt letölteni, és a többi, és otthon a 120 000 forintos
cucca, csinálunk egy nagy lemezt, ugye, egy komplett izét, valahogy, az nem ér semmit szerintem, bár ez is hülyeség. Az iskolát járjuk ki, jelen esetben én azt gondolom, hogy 300-400 dalt fél évenként tessék megtanulni, átjátszani, szövegileg, stb. Megtanulni, ez a recept. S ha eljönnek értem a hajnalok, te csak ringas, 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 ringas még, újra varázsolj el, érincs meg tündérlány kezeddel, ringas még, talán boldog leszel, amíg a szavakban nem hiszel, ringas, ringas még. Egy olyan időszaka volt az életemnek, amikor fiatal, nagyon fiatal voltam, és roppantul naív, és egy olyan, ez hogy mondjam, karrier előtt álltam, amit nem is láttam, hogy mi van még előttem. Nem is törődtem vele. Azzal törődtem, hogy elmentünk, ide játszottunk, oda játszottunk, aztán ki mit tudott nyertünk, akkor utána csináltunk egy nagy lemez, felkértek rá. Ilyen napi problémákkal küzdöttünk. Légy bárki megver, légy csak az ember, de áll. Generál előtt is volt élet, azért azt meg kell mondjam, hiszen voltunk azelőtt is fiatalok. Ott volt még egy Ferm nevű együttes az életemben, Ferm, ami egy olyan zenekar volt, ami egy, hogy is mondjam, csak egy ugródeszka volt. Nagyon sok mindenki, Szikora Robitól kezdve, Menyhárt János, sokan-sokan, most hagyd ne hirtelen a kérdésedre, nem készültem, bocsánat, bár kellett volna. Ott játszottak, és ott egy-két évet, fél évet lehúztak a szakmában, nagyon sokan voltak abban, ne felejtsük azért el, hogy honnan jöttünk. Én azt gondolom, hogy az első kis stadion, amíg a generál, a ki mit tudós generál, az 70, mindjárt mondom neked, 70, pontosan 70, 73 kis stadion. Azért Bergendieken játszottunk a kis stadionban. Az volt egy akkora nagy közeg, ugye tele az 12 ezer ember, óriási, nagy, jó kis koncert volt. A következő meg, hát mi is volt a következő? És a Tabánok, hát nyilvánvalóan a Tabánok, ugye? Bár a zenész szempontjából az akkori, ugye az LGT mini együttes és az LGT zenekar hosszú évtizedekig játszott a május 1-én, vagy azt megelőző egy vagy két nappal előtte, vagy egy vagy két nappal utána, mikor hova esett, ugye? Általában mindig a hétvégek voltak azok, amik ki lettek jelölve erre. És szabadon ugye mindenki, aki akart, aki ért és mozgatott, eljött. Tehát 30-40-50 ezer ember minden egyes alkalommal. Az esetek 90%-ban esett az eső, de mindig annyian voltak, úgyhogy az volt egy másik ilyen, egy ilyen nagy dolog. Azt gondolom, és csak azért is, talán az első Tabán nekem az LGT-vel, az a 75-ös, 75, ugye 74-be kerültem 75 őszén, 74 őszén, 75 tavaszán az az első május elsője volt, az még egy ilyen emlékezetes. Aztán persze sok-sok koncert jött, sok helyen játszottunk. Támadom fel, míg egy darabban látsz, támadom fel, míg életben találsz, támadom fel, míg nem robbanok szét, míg akad egy kerék, mi tovább vihet még, mi tovább forog még. A külföldi turnékat is mondhatnám, például a Szovjetunió volt, Szovjetunióban, amikor játszottunk, például Moszkvában úgy játszottunk egy héten keresztül, a Luzsnyikiban 25 ezeres tornacsarnok, vagy jégcsarnok, hogy ott minden áldott nap egy buli volt, és a hétvégén, szombaton, vasárnap kettő. Úgyhogy az ott hirtelen egy hét alatt, mit tudom én, számolja ki valaki gyorsan, és írja meg neki. Eljönnek az angyalok, ó, ha eljönnek az angyalok, ha eljönnek az angyalok, én otthon vagyok. Nekem, hogy mondjam, a hozzáállásom az mindig egyforma, tehát egyformán készülök
nem tudom én, a BS-be, vagy a Boy kis termében a közönség elé lépni, az teljesen mindegy nekem, hogy hányan vannak. A műsor az igen, az változhat. És természetesen egyedül a legnehezebb valahol, de engem így kértek, és én is így beleegyeztem abba, hogy egyedül. Ritkán játszom egyedül. Tehát ez egy nehéz dolog egyedül. De nem azért, mert hogy csak egy hangszer van, mert, és én nem játszom playbacket, nem játszom gépekkel, semmi. Én csak én játszom, énekelek, gitározok, énekelek, zongorázok, vagy zongorázok és gitározok. Úgyhogy ez a helyzet. Nekem teljesen mindegy az, hogy hányan vannak. Öt embernek is ugyanolyan elánnal és kedvel, vagy felkészülten kell játszani, mint 50 ezernek. Két, három, négy. Ez az. Krasznahorka büszke várával szembe, ott van egy ilyen fogadó, nagyon kedves barátaimmal váltak, bár csak egy éve történt, május 1-én ott játszottam, meghívtak a triómmal ott játszani, és az történt, hogy Palóc népi ruhába beöltözött taták és mamák, hát jó az én számból, én is tudom, hány éves vagyok, hogy ebben nem menjünk bele, beöltözve beültek, nem tudtam elképzelni, hogy ezek véletlenül kerültek oda, vagy csak ebédelni jöttek, vagy nem tudom. Ugye május 1-e van, nagyszerű, jó idő. És aztán, amikor elkezdődött a műsor, jött a, nem tudom, valaki hozott egy nagy paksamitet, és kiosztotta a szövegeket, meg a kottákat. Így néztem, mi lesz itt? Engem eldobott vagy úgy szeretett, ahogy álmaidban sem lehet, amíg próbáltad elvenni tőlem. Nem láttad, hogy velem száll, én nélkülem már meg sem áll, az a hely kell, hol pont lesz az út. Hol minden szál összeér, és az is fut még én. Tessék, nem adom fel, míg egy darabban látsz. Nem adom fel, míg életben találsz. Nem adom fel, míg nem robbanok szét. Míg akad egy kerék, míg tovább vihet még, míg tovább forog még.